megfájdult az egyik oldali alsó fogam, és elmentem a körzeti doktorbácsihoz ott a faluba, és hát még ő azt mondta, hogy 16 éves kor alatt nem ad injekciót, úgyhogy akkor kiúszta úgy is, akkor még ugyanabban az évben, hát én hazáig sírtam akkor, de ugyanabban az évben kisbére kerültem ugye a gimnáziumba, és ott megfájdult a másik oldali, ugyanaz a hatosom. A bent volt egy hasonló fazonú doktornő, hát már ez olyan jó érzés volt, és hát utána ugye érzéstelenítőt kaptam, és megvártam az időt, bementem, és fájdalom nélkül kihúzta a fogat. És hát én annyira boldog voltam, hogy ezt nem, elmondani nem lehet. És ott elhatároztam, hogy én akkor fogorvos leszek. Meg is becsültem, és tényleg szeretem csinálni a mai napig, úgyhogy mert ez tényleg én véleményem szerint nem foglalkozás, ez egy hivatás. Apukám tornai születésű volt, és amikor pályaválasztás előtt, amikor már az egyetemre jártam, mert kisbére érettségiztem egyetemre, hogy körben nézett, hogy hát ott milyen állás lehetőségek vannak. Hát ott a környéken sehol nem volt fogorvosi állás, tehát mindenféleképpen valamerre mennünk kellett. És akkor azt mondta az édesapám, hogy ha megyünk, akkor nem Nyíregyháza irányába, hanem akkor Tolna irányába. Na és akkor így, akkor ő jött haza 71. szeptemberben, tehát ott is a magánprak, mert ugye ez magánrendelés, úgyhogy ezt kezdtem el. 71-ben és azóta itt vagyok, úgyhogy ugyanúgy hétfő, szerda, pénteken, 5-től 7-ig, úgyhogy azóta megy ez a dolog. A férjem az abszolút támaszott nekem mindenbe, úgyhogy azóta olyan fél ember vagyok egy kicsit, de szóval őre lehetett, és mindig a család, mert hol a szüleim, amíg ők éltek, addig ők. Tehát mindig volt olyan pont, amikor hogy nagymama is volt, és óvoda is volt, bölcsőde is volt, tehát azért így meg tudtuk oldani, hogy a gyerekek is szépen nőjenek, és mindig tudtunk időt szakítani, hogy menjünk velük, amikor lehet, és szabadság van, és akkor mindig nagyon jó volt. Mindenképpen biztos háttér volt nekem mögöttem, tehát a munkámat tudtam csinálni. Mondom, nagyon jól esett, és örültem is neki, mert hát azért tényleg az olyan, így is tudom, hogy ennyi ideje dolgok, de az, hogy másoknak is ez értékes, mert hát tényleg azért az ember 50 év alatt gyógyított egy pár fogat is, meg egy pár embert is, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, úgyhogy tényleg az a munkám elismerése is, mert az, hogy köztiszteletben álló ember vagyok, ezt érzem naponta, akár a boltba, akár hova megyünk, tényleg, mert hát sokan vannak itt is, vadon is, tehát ezt érzem. Még élek, itt vagyok, agyamnál vagyok, tehát ez embernek, ez egy olyan értékes dolog, hogy nem tudom elmondani, hogy mennyire örültem neki. Olyan jó érzés van, hogy szeretnek, és az, hogy én, amit tudok csinálni, azt csinálom is, úgyhogy. Na. Mert én nekem ez a mottom, hogy az egészség nem minden, de egészség nekünk minden semmi. Úgyhogy és ezt tartom magamat, mert ez tényleg olyan, mert ott nekünk ezt súlykolták. Utolsó nap, utolsó meghíváson kézzel rá volt írva, hogy ne felejtsétek el soha, a fogak végén emberül. És ez tényleg így van, hogy ennek ezt szeretni kell, és csinálni kell, és ez egy nagyon jó érzés. Szívesen vagyok része ennek az egésznek. Sírás nélkül elmondtam.